Évről évre összegyűlünk nemzeti ünnepeink alkalmával, nem azért, mert kötelező lenne, hanem azért, mert egy közösséget alkotunk. Szeretjük hazánkat, szeretjük településünket, és szeretünk méltóképpen emlékezni. Úgy vélem, 1848-as forradalom erejét az akkori mindent elsöprő nemzeti összefogásból nyerte. Magyarország ekkor megmutatta, nem hagyja magát. A márciusi ifjak hittek abban, hogy Magyarország polgárainak joga van a nemzeti függetlensséghez, önállósághoz, szabadsághoz, szabad önrendelkezéshez. Kiállásukkal pedig kivívták a világ tiszteletét a magyar nemzet számára New Yorktól Sydneyig. A szabadságért pedig nem egy arctalan tömeg állt ki. A szabadságot az alkotni képes, közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. Nem véletlen, hogy a nemzet összetartásának tudata 1848 óta az egyik legerősebb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Pedig egy vesztes szabadságharcról beszélünk. A forradalomnak már 170 éve vége. A harcot ott, akkor a csatamezőn elvesztettük a túlerővel szembe. És mégis évről évre átgondoljuk elődeink tetteit, büszkék vagyunk áldozatukra, és a forradalom minden évben újra és újra megszületik a szívünkben. Hogy ki lesz szolga és ki lesz szabad, csak is a gondolat szabja meg. Az 1848-as forradalom és szabadságharc is egy jellemző példája történelmünk számos sorsfordító megpróbáltatásának, több száz éves török harcoktól 1956-ig. Az évszázadok során újra meg újra meg kellett küzdenünk a szabadságunkért, országunkért, miközben Nyugat-Európa viszonylag háborítatlanul élte mindennapjait. Talán ez is oka, hogy nekünk magyaroknak és a hozzánk hasonló sorsú népeknek történelmi végzet megedzette az immunrendszerét, és hamarabb kapcsoltunk a 21. század új kihívásával szembe. Most, mikor éppen soha ki nem békülő kultúrák átjáró házává válik Európa jó része, még inkább felértékelődik ez a történelmi tapasztalat. 1848 tavaszán, majd pedig 1956 őszén is a magyar nép erőteljes jelét adta, hogy nem szereti, ha nélküle és helyette hoznak döntéseket a nagyhatalmak. Demokratikus keretek között pedig idén tavasszal is megtehetjük mindezt. Azt az országot és kulturális közösséget, amit a nemzedékek kinkeserves áldozata árán örököl kaptunk, kötelességünk minél inkább megóvni, hogy nyugodt szívvel hagyhassuk unokáinkra. Ezt tanította nekünk a történelmünk. Ez a legfőbb feladatunk. Bár az eszközök és a módszerek változhatnak, de a szabadságért és a független nemzetállamért újra és újra meg kell küzdenünk. Petőfi Sándor szavaival köszönöm figyelmüket. Bárkié a dicsőség, a hazáé a haszon. A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga. Eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Hely élet, begyöngy élet, ennél szebb sem lehet. Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely élet, begyöngy élet, ennél szebb sem lehet. Csak az jöjjön katonának, a
kiét szeret. Paripáját megforgatja, paripáját megforgatja, úgy megyen dolgázat. Csillog, zillog a mezőben, megszáll módjára. Egy életbe jön élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Egy életbe jön élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Drága kis unokám, tudod-e, hogy milyen nap van ma? Március 15-e. Jól látom, hogy nincsen rajtad kokárda. Jaj, nagyapa, itthon vagyok. Kokárda csak az iskolában, az ünnepségen kell hordani. Tudod-e, hogy március 15-e miért olyan fontos számunkra? Március 15-én volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Petőfi elszavalta a nemzeti rajt, és felolvassa a 12 pontot a Nemzeti Múzeum előtt. Gyere ide mellém, elmesélem neked, hogy mi történt akkor, és hogy miért olyan fontos erről mindenhol megemlékezni. 1848. március 15-e egy borús, esős tavaszi nap volt. Az embereknek azonban ez a nap a remény napja volt. Remény, mert megváltozhat az életük. Ebben az évben Európa több országában is kitört a forradalom. Minden nemzet önállóságra, függetlenségre vágyott az elnyomással szemben. Párizsban, Prágában, Milánóban, Velencében, Bécsben és nálunk Pest után is feltámadt a tenger. Minden egy kávéházban kezdődött. Petőfi Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger. A népek tengere. Ijesztve eget, földet. Szilai hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok. Hogyan mulat a nép? Reng és üvölt a tenger, hánykodnak a hajók, süllyednek a pokorra, az árboc és a vitorla, megtörve, tépve lóg, tombold ki te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre a bőszült tajtékodat, s jegyezd vele az égre örök tanulságul. Habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. És a nép nevében összefoglalt követeléseinket, szabad magyar sajtót!
Akkor menjünk Landereg nyomdájához. Ki a zászlót az utcára, aki legény mind alája? Elég volt a tömlöc börtön, jobbágynak az uriföldön. Piros, fehér, zöld a zászló, álljon alá, aki magyar. Háromszínű zászló alatt bátor a szív, erős akar. Azért jöttünk, hogy kinyomtassuk a 12 pontot és a nemzeti dalt. Lehetetlen, uraim, nincs rajta cenzor pecsétje. Ezennel a sajtót lefoglaljuk a nép nevében, követeljük a kéziratok kinyomtatását. Az erőszaknak nem álltok ellen, azonnal a kéziratok kinyomtatásához fogni. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül bármely nemzetnek lehet szabadsága? Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, kiimádkoztam, s küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk téged. Íme a szabad sajtó első nyomtatványa! Landereg nyomdájából cenzúr nélkül kinyomtatták a 12 pontot és Petőfi versét, a nemzeti dalt. Mindenki a múzeumtérre! Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehol nani bitang ember, ki mostok-e, holnig ember, kinek drágább rongy élete, mint ahhoz a becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Kisebb a lánccel a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ha a sírjaink dombarulnak, unokáink lebarulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Halljátok Petőfi szavait, rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtószabadságát, cenzúra eltörlését. Sajtószabadságát! Felelős minisztériumot Budapesten. Felelős magyar minisztériumot! Évenkénti országgyűlés Pesten. Országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Minden tekintetben! Nemzeti őrséget a császári csapatok helyett. Nemzeti őrsereg! Közös teherviselés. A nemesek is fizessenek adót. Az úrvédi viszonyok megszüntetése. Jobbátság eltörlése. Esküccék képviselet egyenlőség alapján. Esküccéket! Nemzeti bankot. Nemzeti bankot! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. A politikai foglyok szabadon bocsátása. Erdély Magyarországgal való egyesítése. Unió Erdélyen! Akkor fel a cselekvésre! Induljunk hát a városház elé! Bírjuk el ők esik! 12 ponthoz való csatlakozásra! Van nekünk egy zászlónk, mit nem léphetnek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaiban álmodtam, jó lenne szeretni, le legyen olyan magyarnak lenni.
szakasza volt, ahol Petőfi a polgármesterrel aláírta a 12 pontot, és az ablakon keresztül megmutatta a sokaságnak. Üdvivalgás közepette az a hír kapott szányra, hogy katonaság érkezett, de egyetlen egy ilyen tort sosem lehetett látni. És mi történt utána? A tömeg azután Budára a helytartó tanácshoz ment, hogy kiszabítsa Táncsics Mihályt, akit forradalmi gondolatai miatt börtönöztek be. A nép a karjaiban vitte át őt is Pestre. Este az Operaház az események mintegy zárásaként műsorára tűzte a Bang Bang című darabot. A mi forradalmunk egy nagyon erős kiáltás volt, amely egészen Bécsig elhallatszott. Az uralkodó is meghallotta. Minden szép remény megvalósulni látszott. De később Ferenc József császár, osztrák és orosz csapatokkal támadta a magyar szabadság ellen. Nem tudtuk megvédeni a szabadságunkat, pedig sokan az életüket adták érte. Ezt a napot azonban mégsem feledjük soha. Azért, mert példát mutattak nekünk bátorságból és hazaszeretetből. A Vértes Egyesület vagyunk, csapatunk több tagja is jelen van, nem csak huszárok vagyunk, magyar huszárok, hanem az ellenfelet is képviseljük, az osztrákokat, vannak itt jelen vérteseink és dragonyosaink is. A dragonyosaink baloldalt láthatók hozzám, megkérem őket, hogy jöjjenek a színpad elé, hogy mindenki jól lássa, és először egy kicsit beszélnék az ő felszerelésükről. A dragonyosok egy olyan csapattest volt, akik általában lóval közlekedtek, lóval mentek a harc színterére, viszont magában a csatában gyalogosan harcoltak, hosszú egyenes pallosaik voltak, és hát könnyen fel lehetett őket ismerni világos, fehér zubbonyukról, ami ugye látható, hogy nagyon eltér a magyar huszár ruhától, ugye nagyon, nem olyan, nincs annyira kidészítve, nagyon egyszerű, ennek az oka a költséghatékonyság is volt. Oldalukon karabélyog, ami egy rövid puska, azért ilyen rövid és nem egy hosszabb csővel rendelkezik, hogy fel tudjanak ülni a lóra és lovon is tudjanak harcolni. Ugye rajtuk látható még a lőszeres táska, ami fekete. Kérlek, mutassátok fel a közönségnek a lőszeres táskátokat is. Tehát ebben hordta mindenki a puskaport, a töltényeket. Tehát ez a várra volt akasztva, és a kard pedig az oldalukon lógott, ellentétben más csapatokkal, ahol már nagyon gyakran a vállon hordták a kardszíjat is a korban. Ugye a magyar huszár, hogyha így elképzeli az ember, akkor általában egy sötét-zöld és piros színkombinációjú ruhával rendelkező embert képzelünk el. Viszont a valóság az volt, hogy nagyon sok huszárezred volt, és mindegyik huszárezredet az egyenruha színe különböztette meg. A sötét-kék huszárruha, ami rajtam és az éllovason is látható, az úgynevezett császár-huszárezrednek volt az egyenruhája, mögötte pedig az úgynevezett koburkuszár látható. A zsinórozásnak nagyon sok szerepe volt a felszerelésen, mert ez nem csak díszítő elem volt, tehát ugye elsősorban így szoktunk rá gondolni, mint a ruhának egy dísze, de valójában nagyon sokat véd a harcban is. Ugye a vállunkra dobott mente, az a bal oldalunkat nagyon jól védi a karcsapásoktól. Nyilván nem véd olyan jól, mint mondjuk egy fém vért, nem véd meg mondjuk egy puskagolyótól, ugyanakkor egy gyors vágástól mondjuk nagyon könnyen meg tud védeni. És harmadik szerepe pedig a zsinórozásnak a rangjelzés volt. Minél magasabban helyezkedett el valaki a ranglétrán, annál díszesebb volt a ruhája. A zsinórokat akár felválthatta mondjuk ezüst lánc is. Ezt láthatjuk, hogy a nadrágunkon is van egy zsinórozás, az is védi a lábunkat az esetleges ütésektől.